Néhány éve a Rába kettős híd kivilágításával kezdődött a terjeszkedés, ebben az évben pedig már egészen új városig ér az ünnepi díszkivilágítás, köszönhetően a körzet önkormányzati képviselőjének és dr. Dézsi Csaba Andrásnak. Dr. Fekete Dávid kezdeményezésére, Győr polgármesterének támogatásával ugyanis hangulatos fényfüzérek teszik szebbé az adventi időszakot ebben a városrészben is. Győrben az adventi időszak az mindig egy nagyon csodálatos időszaka az évnek, bár tudjuk azt, hogy most nyilván a járványügyi intézkedések miatt egészen más szabályok léptek életbe, illetve egészen más, hogy tudjuk megélni ezt az ünnepkört itt a következő hetekben, de mégiscsak úgy gondoltuk, hogy az idei esztendőben is az a csodálatos belvárosi díszvilágítás, ami már jellemezte ezt a várost, az természetesen az idei évben is megtörténjen, és felszerelésre kerüljenek ezek az eszközök. Néhány évvel ezelőtt kezdeményeztem, amikor a Rába kettős hídat felújítottuk, hogy egy picit terjesszük ki a díszvilágítást Újváros felé is, és akkor néhány évvel ezelőtt a Rába kettős híd is karácsonyi díszvilágítást kapott, ez így van az idei esztendőben is. És az idén pedig gondoltunk egy merészet, gondoltunk egy nagyot, és polgármester úr támogatásával el tudtunk indulni a Kossuth-Lajos utca irányába is, itt az újvárosi felújított részeken szintén díszvilágítást tudtunk felszereltetni a kivitelezővel. Több mint 200 ilyen harangalapú fényfüzér díszíti tehát az idei évben Újvárost. Ezeket elsősorban a Kossuth utcában található 5 templom környékére igyekeztek kihelyezni a szakemberek. Dr. Fekete Dávid bízik benne, hogy ez a díszítés hangulatosabbá teszi az itt élők és az Isten tiszteletre, misére érkezők ünnepét. Újváros fejlődése az elmúlt években megkérdőjelezhetetlen, ezt erősítette meg a képviselő is. Az újvárosi rehabilitáció ez egy nagyon jelentős állomása, azt hiszem, a város fejlődésének, és az elmúlt években láthattuk azt, hogy nagyon komoly önkormányzati beruházások révén tudott megújulni a városrésznek egy nagyon nagy része. És aminek most már nagyon örülök, az az, hogy ez átbillent, és most már a magántőke az, ami igazán tudja fejleszteni ezt a városrészt, hiszen az elmúlt évek önkormányzati beruházásainak az volt a célja, hogy megpróbáljuk ösztönözni a magánbefektetőket is. Láthatjuk azt, hogy itt az utcában is nagyon sok esetben már megvásároltak régi épületeket, romos épületeket, ezeket felújítják, vagy újat építenek helyette, és ezáltal tulajdonképpen fejlődni tud ez a városrész. Mindenki tudja, hogy más lesz az idei ünnep, mint az eddigiek, de remélhetőleg ez a több mint 200 dísz valamelyest hozzájárul az adventi időszak szebbé tételéhez.